Sok ezer évvel ezelőtt indult hódító útjára az ökölvívás, nemzetközi nevén a box. A történelem során sokszor veszendőbe mehetett volna ez a fajta sport, hiszen volt, hogy inkább gladiátor küzdelmeket nézett a nagy érdemű, majd a kereszténység bejövetelével évszázadokra kiütötték a ringből. Az új korszak kezdetét 1892-re datálják, hiszen akkor szállt ringbe James Corbett, az új szabályok képviselője, a kesztyűt nem viselő John L. Sullivan-tel, a régi korszak legnagyobb és utolsó bajnokával. A box népszerűsége egyre növekedett. Az emberek megkedvelték, sőt rajongani kezdtek a sportágért és a sportolókért. Nem is csoda, hiszen amellett, hogy a box egy látványos és izgalmas sportágnak számít, fegyelemre és tiszteletre nevel, valamint a kitartó munka megtanít a türelem és az alázat fontosságára. Ezeket a képességeket pedig az élet minden területén kamatoztatni lehet. A kitartás és a küzdés tökéletes mintapéldája Kovács Tamás, vagy ahogy a legtöbben ismerik Tommy Kidd, aki a világbajnoki és az Európa bajnoki címével beírta magát a box történelembe. Őt kérdeztük arról, mennyire volt kikövezve édesapja sikerei után az útja, mennyi munka van abban, ha valaki világbajnok lesz, és mi jelenti számára a sikert és a boldogságot. Hogyan lett Kovács Tamásból Tommy Kidd, Szlovákia egyik legsikeresebb és legismertebb boxolója? Miért épp a box? Amikor Magyarországon edzettem, akkor már a Kidd az egy kölyök. És én egy felnőtt rossz kölyök voltam, aki mindig rosszat csinált a többinek, és mindig ilyen, úgy mondom, hogy ilyen vidám, természetű srác vagyok, aki szeret bolondozni, hülyéskedni, játszani, sokat nevetni, szórakozni. És van benned élet, igaz? Az. Legalábbis ezt mondjuk, én is úgy érzem. És magyar, például Magyarországon olyan volt, hogy van, vagy ez nálunk is volt, hogy mindenki én samponomat használta. Hogyha ott feltette például a fürdőbe, akkor mindenki én samponomat úgy mond, lopta. És egyszer beelégeltem, és akkor volt ilyen nagyon csípős, ilyen masszás krém, és akkor betettem, bekevertem a samponomba, és akkor mindenki futkozott, mesztelődöttem, hogy mennyire csípi őket, főleg ott alul, és tiszta végük volt. Mondtam, hogy nekem ez pont szuper, mondom, én ezt szeretem, nekem most ilyen samponom van, és sok ilyen dolog volt, vagy átküldtem magamnak SMS-be, hogy a profi mérkőzésem volt, és van egy irat a bankból, ami átküld, hogy mennyi van a számládon, és én ezt fogtam, elmentettem, és azt írtam, hogy jött például 20 ezer euró, és akkor így felálltam, és hogy jaj, mondom, szuper, megjött a pénz, mondom, hogy mi mondom, előleg a mérkőzésre, mert 20 ezer euró, akkor mindenki nézett rám, hogy mennyi, mondom, még fog jönni, a többi is, mondom, semmi, és akkor egész nap senki nem beszélt velem, mert mindenki ér így volt. És ilyen dolgokkal, ilyen szórakoztatással, én legalábbis szórakoztam akkor. Rengeteg ilyen bolondozás, meg csak amikor rendőr voltam akkor is, amikor katona voltam akkor is, bekentem a telefont, cipőboxal valaki fölvette, akkor fekete volt a füle, akkor minden kilincset bekentem feketére, és akkor a kezeik feketék. Mindig valamit kitaláltam. Ez a mai napig megmaradt, vagy megkomolyodtál? Nem. Ez így jó. Most is rengeteg csak volt, akkor egyik boxolónak stretch folia, ahol egész autóját kérdekeltük, és ment ki, vagy amikor valakinek átparkoljuk autót tiszta máshova. Rengeteg rossz ilyen dolgot, ilyen vidám dolgot szeretek csinálni, és végén azt mindenki nevet rajta, és ez van nagyon jó. Kisfiam ugyanilyen. Ez is ilyen. Ez a kiskid. Csupa élet. Igen. És hogy átírjunk a másik kérdésemre, miért épp a box? A apukám az csehszlovák válogatott, csehszlovák boxoló, csehszlovák bajnok volt, akinek köszönhetően azt mondhatom, hogy beleszerettem ebbe a boxba, és ez az életemnek egyik legfontosabb része, hogy én ilyen sportéletet tudok élni. Ő terelgetett ebbe az irányba, vagy egyszerűen csak motiváltak az eredményei? Nem is, hogy terelgetett, hanem én annyira szeretem aput, vagy annyira szerettem is, meg annyira nagy példaképek, hogy mindig van akartam lenni, mint apu. Természetre van akartam, mindenki azt mondja, hogy olyan is vagyok, aminek nagyon örülök, hogy hasonlítunk is egymásra, és hogy úgy is viselkedünk. Én nekem apu volt a legerősebb, apu volt, láttam a mérkőzéseit, láttam a edzéseit, és akkor mindig olyan akartam, erős akartam lenni, mint apu. Bajnok akartam lenni, szemetes és rendőr, úgyhogy... Ebből kettő sikerült, igaz? Rendőr voltam, szemetet azt ki nem adtam, úgyhogy szemetet járunk szedni a boxolóimban. Most utóbbi évet kihattuk, de
Akkor nem is adtuk ki. Minden évben arra most a erdőt szedtük össze, a szemetet, utalom a szemetet. Az a két dolog, amit utalok a szemét, amikor valaki eldobja a szemetet, és amikor valaki nem őszinte. Az, ez a kettő dolog, amit ki nem adtam. És a boxolási stílusotok is hasonló egyébként? Nem, az nem. Aput azt mindenki úgy ismerte, hogy mindenki azt mondta, hogy a pali valakit eltalál, az fekszik. Úgyhogy olyan volt, ilyen keményöklő pali volt, és én inkább olyan technikás, olyan vívóboxoló voltam. És kettőnkben ez volt a különbség, hogy a apu szeretett edzeni, én meg szerettem ellógni edzésen, úgyhogy ez volt. Jó, de ez eleje volt, most már tiszta második, de... És mikortól kezdtél komolyan foglalkozni a boxsal, úgy rendszeresen járni azokra az edzésekre? Egy olyan srác voltam, hogy azt hittem, hogyha én átverek ma este edzésen, hogyha nem néznek rám, vagy ha egyet nem jutottam el edzés, akkor azt hittem, hogy hú, de ügyes vagyok, hogy most átvertem edzőt, vagy átvertem anyukát, vagy átvertem aput, hogy nem mentem edzés, aztán a ringben az megmutatkozott, amikor megkaptam a pofonokat, hogy azt mondtam, hogy jó, hát egyetlen, akit átvertem, az én voltam, úgyhogy senki más nem vertem át. Ez olyan, azt lehet mondani, hogy 28 éves koromig, vagy addig olyan voltam, hogy boxot szerettem, boxolni szerettem, úgy adtam hozzá, hogy hú, de jó, hogy boxolok, életemnek egy része, de mellette én a családom voltam, amikor idősebb voltam, úgymond fiatal voltam, de volt családom, úgyhogy akkor családot be kellett biztosítani, munkahelyem volt, úgyhogy a boxot úgy vettem, hogyha elmentem edzésre, nem mentem edzésre. Nem volt ki. Apum az külföldön volt edző, úgyhogy ilyen kontroll nem volt. Ha mentem edzésre, akkor jó volt, ha nem mentem, akkor semmi nem történt. És a gyermekeid, ők hogy állnak a boxszal? Hát nekem három családom van. Van a Virág, a kislányom, 18 éves lesz, januárban, hogyha van a Virág. Persze, hogy nem is tudnám elképzelni, hogy boxol. Ő a Virág, ő a királylány. Úgy gondolod, hogy a box inkább a férfiak sportja? Biztos. Igen. Biztos. Vannak boxoló lányok, és itt nagyon ügyesek, de én azt mondom, hogy a nő maradjon nőnek, és ez a férfi sport, amikor a férfiak húzzak fel a box kesztyűt, és hogy néz ki a nő olyan görbe, orra, mint amilyen például nekem van. Nem passzol. És a fiaid? És a másik fiam, és idősebbik fiam 16 éves, a Tamika, focikapus, ügyes, és amikor úgy volt, hogy amikor kicsik voltak, akkor ő is ütött vágott, főleg engem, de utána mi elváltunk, és utána úgy volt, hogy azt mondta, hogy boxoló biztos nem lesz. Úgyhogy akkor ott valami megtört, és... Valószínűleg így lázadt, ugye? Azt nem tudom, az lehet. Aztán, hogy minek a hatása alatt volt, biztos, hogy falja volt neki az is, hogy elvesztette apukáját, vagy elment a apu, mert nem volt könnyű időszak senkinek sem. De ezt választotta, örülök, hogy azt csinál, amit csinál, támogatom, ahogy lehet, és jött a legkisebb, Kovács, azt mondta, itt van a Krisztián, a másik házasságomból, Dominikával, úgyis a Krisztián olyan, hogy ugyanolyan gyerekkora van, mint minden nekem, hogy boxteremben nőtt fel, boxteremben született, edzőtamborokba jelünk ki, a mérkőzések jelünk ki, edz is a legkisebb csoportban, most már nem is a legkisebb csoportban, a középső csoportban, ő a csapatkapitány, és akkor van ilyen csoportom, hogy Kid Junior, és akkor ő itt a főnök. Egyszerűen ebbe beleszületett, és ez a életének egy hatalmas része, azt lehet mondani, hogy fog-e boxolni, azt abszolút nem tudom, és hogyha azt fogja mondani, hogy nem akar ringbe szállni, akkor nem fog kelni. Teljesen szabad kezed neki. Abszolút. Én a gyerekkorát nem akarom elvinni, hogyha eljön edzésre, hogyha nem akar jönni edzésre, abszolút nem nyomok. 8 éves kisgyerek. Azt lehet mondani, hogy amióta megszületett, azóta boxol. Az úgy is van. Amikor kicsi volt, akkor volt olyan, hogy nem tudtál aludni otthon, és akkor van ez a tojás, és akkor abba a tojásba elvittem, rátettem őt a pultra, boxedzésen, és akkor végig aludta edzést.
És mindig úgy volt, hogyha valamikor valami gondja volt, elvittem abba a közegbe, oda a boxterem, egy más boxterünk volt, és én végig edzettem, leedzettem, olyan szépen aludt. Amikor végre lett edzésnek, akkor ébredezett mindig. Biztosan a feleséged sok edzésen járt, itt még állapotos volt, ugye? Igen. És megnyugtatta ez a hang. Mindig így volt, a Dominika otthon maradt, én egy kicsit elvittem, leedzettem, semmi gond nem volt. Dominikáról egyébként sok helyen és sokszor úgy beszélsz, mint a lelkitársad, és hogy nagyon nagy közöttetek az összhang. Mi a titok, hogy ennyire egymásra találtatok? Ő a minden. Ha Dominikára menne, akkor nem lennék én az a Tomi Kid, aki vagyok. Nem lenne elengedett dolga életemben egyszerűen. Azon kívül, hogy szeretem, imádom, és ő a mindenem. Azon kívül, hogy egy olyan nő a életemben, aki mindenbe támogat. Mondok egy példát, azt mondtam neki, hogy megyünk kirándulni, és hogy mi lenne, hogyha elvinnénk a boxolókat is kirándulni, és akkor megkérdezte, hogy azt akarod, hogy nyári kirándulós a boxolókkal menjünk, hogy igen, hogy milyen jó lenne, hogyha valamelyik közülük nem is volt még tengerne, és akkor rám nézett, jó, hogyha azt akarod, akkor. És akkor kicseréltük a komfortos kirándulásokat, amikor repülővel mehettünk volna egy all-inclusive, nem tudom milyen helyre, kicseréltük egy autóbuszos kirándulásra, egy apartmanba, ahol mi főztünk, ahol vitték otthonról a vízslit, meg a húst, meg a mit tudom, meg a tojást, és elvittünk magunkkal 13 boxolót. És mentünk egy öreg autóbuszra, én voltam autóbuszsofőr. Úgyhogy egy rossz szót nem szólt. Hogyha azt mondom, hogy valaki jön hozzánk, valamelyik boxolunk hozzám, vagy ha valakivel megyek el, teljes mértékben támogat. Hogyha amikor itt dolgoztam akadémián, és éjjelekig itt csiszoltam, dolgoztam, bármit csináltam, akkor csak annyit mondta, hogy drága, minden ember, hogy csak akarom tudni, hogy ugyanezért nem kell ennyit dolgozni, hogy gyere haza, hogy valami, de soha nem mondta, hogy... Vagy egyszerűen abban, hogyha ebbe belekezdtem, akkor is mindenki kinevetett, és azt mondta, hogy miért tettem, itt almodozik, soha nem beszélt akadémia, akkor ő volt egyetlen, aki rögtön azt mondta, hogy persze, hogy én itt vagyok melletted. Szükséged volt erre a támogatásra, ugye, mert egyébként sokan nem bíztak benned. Az, hogy sokan nem bíztak bennem, ez a életemben, ez már sokszor így megtörtént, de az a lényeg, hogy én bízok magamban. Az, hogy más nem bízik benned, az a ő dolga. Most én mondjak, valaki után is kopogja, akkor te bízza benne, mert én ezt tudom, hogy ezt megcsinálom. Ez csak felesleges. Nincs ilyen szükség. Nincs, abszolút. De ezt gondolom az évek folyamán alakult így, vagy kezdetben is ilyen voltál ilyen? Nem, valamikor tiszta végem volt attól, hogyha valaki azt mondta, hogy valaki nem kedvelt, és akkor azt mondta, hogy jaj, hogy lehet ez, hogy én jó ember vagyok, hogy ez most engem nem kedvel, vagy valami baja van velem, és most már úgy vagyok, hogyha valakinek van valami baja velem, akkor ez a ő baja, hogy ez egyszerűen nem a én bajom. Én örülök azoknak emberek mellettem, akik kedvelnek, akiket én szeretek, és kész. Akik kívánnak, akik jót kívánnak nekem, ezekkel foglalkozok. Hogyan jellemeznéd a szlovákiai box közösséget? A boxolók hogyan viszonyulnak egymáshoz? A boxolók egymáshoz persze szorítóban bent az úgy van, hogy összekapnak, hajba kapnak, ahogy lehet mondani. És ami ringen kívül van, az a rosszabb része. Az, amikor ezeket a harcokat nem szeretem, amikor előjön a irigység, eljön a miért ilyen, miért olyan, ami, ahogy szokjak mondani, hogyha sapka van rajta, az a baj, ha nincs sapka, akkor az a baj. Úgyhogy itt nem lenne semmi gond, hogyha emberek nem lennének olyan rosszak, amilyen rosszak. Sok a irigység. Amúgy semmi gond. Én mindenkinek kívánom azt, hogy sikeres legyen, boldog legyen, és van sok ember sajnos a világon, de ezt nem a box közösségben általában mondom, akinek baj az, hogyha valaki boldog, baj az, hogyha valaki mosolyog, baj az, hogyha valaki sír, baj az, hogyha valaki sikeresebb, baj az, hogyha várják a sikertelenségét, várják azt, hogy fú, mikor fog nem sikerülni kezén, mert én nekem nem sikerült, akkor ne sikerül a másik. Ezekkel tudni én is. Én nekem nem csinálom a gondot. Én, ahogy előbb is mondtam, ha valakinek gondja van velem, az a ő gondja, úgyhogy én ezzel nem foglalkozok. Pályafutásod alatt ért megkülönböztetés azért, mert szlovákiai magyar vagy? Sokszor volt az, amikor megérzették velem, hogy a Palinak a fia vagyok, mert valakinek volt gondja apummal, vagy volt gond velünk. Persze
Jó, nem edekeltem, mert azt mondom, hogy volt időszak, amikor Zsolnalért boxoltam, és tudjuk, hogy milyen helyzet volt Zsolnal, és a csapatban nem volt ilyen gond, hogy most ki a magyar, vagy ki a nem a magyar. Tudtuk, hogy sportolók vagyunk, és az a cél, hogy nyerjen a csapat. Nem volt abszolút gond. Zsolnal is voltam katona, hogyha úgy veszük, úgyhogy... Volt egyszer egy srác, aki azt mondta, hogy Tomi, hogy eddig én nem szerettem a magyarokat, de mióta téged ismerek meg a kollégát, a Mikit, hogy én tisztán megváltozott a vélemény. Mert előtte ismertél egy valamilyen magyar nemzetiségű, hogy nem ismerte. Akkor lehet, ez így van, hogy egyszerűen azt, amit kapunk, amilyen injekciót kapunk, akkor úgy fogunk viselkedni. Szlovákiában azt mondják, hogy magyarok vagyunk, Magyarországon meg azt mondják, hogy szlovákok vagyunk, úgyhogy... Két tűz között nehéz megmondani, igaz? Igen, úgyhogy hogy egyszer ennek vesznek, egyszer annak vesznek. Én azt mondom, hogy embereket nem úgy kell megkülönböztetni, hogy szlovák, magyar, német, orosz, amerikai, talán, hanem egyszer úgy kell, vagy jó, vagy rossz, kész, és ezzel le is zártuk a dolgot. Ugye te európai és világbajnok is vagy. Hogyan emlékszel vissza erre a két címvédő mérkőzésre, és hogyan készültél rá? A felkészülés az volt a legszebb időszaka egész box karrieremnek. Akkor voltam legboldogabb, akkor voltam legjobb emberekkel körülvéve, és akkor volt egy olyan edzőm, akinek mai napig hálás lehetek azért, hogy mellettem volt, és egy olyan ember, akit nagyon szeretek. Sajnos a mérkőzés után jöttek gondok, és ez egy ilyen fájó dolog még, amit még szívesen leülnék vele és megbeszélnék vele, hogy egyszerűen bocsánatot kérnék azért, amikor hogy úgy viselkedtem, ahogy viselkedtem, mert nem akartam megbántani, hogy elváltak a útjaink. Vége lett megjött a világbajnoki címmérkőzés, megnyertem a övet, és jött nagyon sok úgymond új barát, nagyon sok új partner, szponzor, és aznap este rengetegen voltak, következő hónapokban is még kevesebb volt, és aztán maradt két ember, aki támogatott előtte is, és maradt ugyanúgy, úgyhogy. És akkor nekem az volt, hogy akkor igen, segítünk, de hát akkor itt fogsz edzeni, ezt fogod csinálni, és akkor én... Ebben nem akartál vele menni. Nem, éppen, hogy én azt választottam, hogy jó, akkor nem Magyarországon folytatom a edzést, hanem akkor közelebb leszek otthonról, mert én minden nap jártam Győrbe edzeni. Úgyhogy minden nap utaztam Győrbe, ott leedzettem vissza, úgyhogy ez pénzbe is, meg időbe is sok volt. És azt mondta, akkor nem, otthon lesz jó, más edző, ezt lehúzod vele minden, és akkor úgy... Én voltam a hülye, hogy most már nem tudom visszahozni ezt a időt, én voltam a hülye, hogy akkor úgy változtattam, vagy váltottam, mert jól megvoltunk az előtte lévő edzőmmel. Úgyhogy akkor ez így hirtelen akkor így jött, és másfelé kanyarodott a utam. Azóta se beszéltetek? De beszéljünk minden rendben, csak még egyszer akarnám azt, hogy lejönnék vele, és akkor megmondanom, hogy bocsánatot kérek azért, hogy őszintén, hogy tehát ezt nem tudjuk visszahozni. Milyen volt az a címvédő meccs? Nehéz menetek állnak mögötted? Az első mérkőzésem volt, amikor végigboxoltam 12 menetet. Felkészülésem az fantasztikus volt. Én akkor kint éltem Győrbe, ott kaptam egy lakást, ott edzettem. Csak edzés, pihenés, semmi más nem volt edzés, pihenés, olyan, mint egy e-sportolónak kell, hogy legyen. Jó hangulat is volt, alig vártam a mérkőzést. Szoros mérkőzés meccs volt egyébként? Hoztam simán a mérkőzést. Én tudtam is a végén, amikor megvolt a 12, mert tudtam, hogy megvolt. Volt egy olyan rész a mérkőzés előtt, volt egy olyan ilyen pillanat, ami úgy kizökkentett, hogy egy-két nappal mérkőzés előtt megjöttem Szlovákiába, akkor volt ilyen nyilvános edzés, médiakkal, ilyen sajtótájékoztató, olyan, beharangozni tévébe, így úgy, hogy lesz ez a mérkőzés. És van egy nagyon jó barátom, egy egyszerű srác, egyszerű parasztgyerek, mint én vagyok, úgy mondom, akinek volt, akkor volt agyvérzése. Úgyhogy, és akkor fejműtétje volt, és senki nem akarta megmondani, hogy ez van,
de én mondtam, hogy felszólítottak, hogy ezt akarjak, hogy legyen ateljé egy másik kórházba, hogy ebben, hogy segíteni kell, ez ilyen 3 nappal mérkőzés előtt ott, és 2 nappal mérkőzés előtt akkor elmentem én is a kórházba, és mentem itt meglátogatni. És megfogtam a kezét, és mondtam neki, hogy itt vagyok, hogy holnap után fogok boxolni, nem, egy nappal előtte volt, azt hiszem. Mondtam, hogy fogok boxolni, és aztán majd elhozom neked övet, hogy te is nyerj. És persze ő aludt, akkor megsimogattam, mondtam, aki puszit emlékszik, és akkor mondtam, hogy akkor már jövök, aztán hozom övet, és akkor remélem, hogy te is nyersz, én is nyerek. És megnyertem övet, és akkor mondtam a ellenfelemek Onyangónak, hogy Onyangó, hogy van itt egy barátom, aki bent fekszik a kórházba, és hogy légy szíves, hogy azt szeretném, hogyha eljönnél velem, és hogy akkor, hogy viszem neki övet is, akkor önünket. És akkor oda mentünk vele, Onyangó és edzőjével is, még én is oda mentem, és a barátom föl is ébredt, kinyitotta a szemét, és megmutattuk neki övet, le is fényképezkedtünk vele, és emlékszik, hogy a nővérkék ott sírtak, olyan szép volt egész. Első menetben emlékszik, hogy rögtön a Onyangót úgy hívtak, hogy kalapács, ez azt jelenti, hogy valamilyen ütése egy kalapács volt, és én nem is akartam megmondani, sok kaos győzelme volt, és nem is akartam megmondani, melyik neki az a nagy ütése. Na, én ezt a ütést első menetben bevettem, és hát a fél menetre nem is emlékeztem, mert úgy meg voltam, úgy mondják, hogy csípve, és akkor bementem a sarokba, és leültem, és mondtam, hogy fú, hogy olyan őt kaptam, hogy a fél menetre nem emlékszik, és akkor edzők elkezdtek ott, jaj, vigyázni kell, mert nyugi, most már nem fog eltalálni, most már tudom, hogy melyik a erősítése, most már le nem állok vele verekedni, és már kiboxolom, most kipontozom, mert lassúbb a lomhamp, és most már én 12 menetet. Ja igen, meg az volt, hogy ott volt a barátom, és akkor mentem be a sarokba, és ránéztem, és ő úgy meg volt ijedve, ki volt fehérre, tudta, hogy baj van. És mondtam neki, hogy Andrés nyugi, ő volt akkor a menedzserem, és a Hanc, akivel együtt nevettem fel, nagyon jó barátom, ők készítették el egész akciót, és mondtam neki, Andrés nyugi, most már csak 11, úgyhogy most csak 11 menet, az már jó lesz, és akkor leültem a sarokba, és tudtam, hogy nem üthet meg. És nem is kaptál több csípést? Nem, ilyet nem kaptam. Ugye nem azt mondom, hogy nem talált el, eltalált, de ezt a kalapácsot azt nem kaptam meg. Hogyan szoktál egyébként hangolódni ilyen mérkőzésekre? Volt valami stresszlevezető praktikád? Nekem a legfontosabb az, hogy a edzőtől kapjak egy puszit, hogy érezzem azt, hogy velem van, mert nagyon fontos a edző és a versenyzőnek a kapcsolata. Mondtam, hogy kapjak edzőt egy puszit, és a mérkőzés napján, vagy igen, mérkőzés napján intimebb helyzet, azt lehet mondani. Az, ami feltöltött? Az, amire szükségem volt, mert ilyen mindig olyan stresszes állapotban voltam, és akkor, amikor a Dominikával összemelegettünk, akkor aztán mindig itt egyszerűen nyugodtabb voltam. Akartam is kérdezni, hogy az asszonnyal szól. Igen, nem, azt nem edzővel. A puszi edzőtől jöttem, akkor mentünk szólítóba, és előtte de persze nem a öltözőben, vagy valahol, hanem aznap még. Ez így megmaradt. És közvetlenül a meccs előtt, mérkőzés előtt? Egyszerűen a szorítóban, amikor bevonul egy Tomikét, azon tiszt, nem az a Tomikét, aki itt tő veled, az egy olyan srác, aki fejben ott van. Olyankor az a körülbelül egy órát melegítek, az a egy óra, meg hagyom el a gondolatokat a fejembe. Kidobom a családot, kidobom a munkát, kidobom a zavaró dolgokat, és már annyira hangolok rá csak a munkára, hogy már más nincs, csak az, hogy ott van, ami összeakkumulálódott, azt mindenbe rakom a fejembe, mennyi kilométert futottam le, mennyit gugoltam, mennyit dreppeltem, mennyit ugortam, mennyit köteleztem, mennyit sparingoltam, akkor minden, ami megvan, amit megcsináltam a 12 hét alatt, vagy körülbelül 12 hetes felkészülés, azt mind beraktam, és akkor az ma ott van, és akkor mentünk a célra. Akkor ez működött. Működött. És Alcsonnak is mondom, hogy igen, hogy ti is erre gondoltok, és stresszben vagytok, hogy most mi, hogyha nem jön egy győzelem, hanem veszteni fogunk, nem. A mérkőzésre úgy kell menni, hogy leedzettem bizonyos hetet, hónapot, egy időszakot, és akkor ez nekünk a ünnepünk. Ez a box ünnep azért, hogy most megérdemeltük azt, hogy másunk egy szorítóba, egy mérkőzésre. Európa bajnoki címed megszerzésére hogyan emlékszel vissza? Milyen élmény volt? Ez olyan fájó volt az egész időszak. Azt lehet mondani, hogy a életemnek a egyik legnehezebb időszaka volt. Olyan
olyan dolgok történtek, amivel nehezen tudtam, nem azt mondom, hogy egyet érteni, hanem nehezen tudtam magam így rendbe rakni. Akkor volt az azok a pillanatok, amikor elváltam a családomtól, volt a vállóper, nagyon hiányoztak a gyerekeim. Nem hibáztathatok senkit sem, mert én mondtam azt, hogy ez itt van, nem mert, és én voltam az, aki el akart válni, és új életet akart kezdeni, úgyhogy nem hibáztathatom a két gyerekemet, a se volt feleségemet egyszerűen. Akkor is mondtam, most is mondom, hogy a teljes mértékben magamra viszem ezt az egészet, és én döntöttem akkor úgy, hogy tovább nem akarok így élni, és tovább kell lépni. Egyszerűen nehéz időszak volt. Van egy WBO Európa bajnoki cím. Egy bolond gyerek szlovákiában azt mondta, hogy én ezért a címért akarok boxolni. A világranglistán úgy voltam, hogy a WBO világranglista táján voltam talán a 6. helyen. Az azt jelenti, a WBO az a egyik legerősebb világszervezet, és nekem a nagy álmom volt az, hogy valamelyik világszervezetben boxolhassak címmérkőzést. És akkor a WBO-nak a Európa-bajnoki címért boxolhattam, mivel hogy én voltam a rendező, megkaptam a jogot, hogy rendezhessem, akkor attól a pillanattól mindent nekem kellett intézni. Az azt jelenti, hogy mindent. Nem csak, hogy felkészülni egy 12 mellettes mérkőzésre, hanem kaptam valamilyen neveket, ki kellett választanom ellenfelemet, kivel szeretnék boxolni, akkor kiválasztottam ellenfelemet, elkezdtem egy ilyen matchmakeren keresztül, aki promóteren keresztül, intéztem a dolgokat, és utána én fizettem mindent, én plakátoltam, én választottam a helyszínt. Ez plusz töltetet adott neked, vagy inkább épp ellenkezőleg? Hát ez rengeteg teher. Teher. Uh-huh. Ez rengeteg teher, hát de most veszed azt, hogy most valaki reggel felker, elmegy, leedzi, aztán pihen, aztán délután van megint edzés, megint pihen, vagy van egy Kovács Tomi, aki reggel bemegy a egyik irodába, ott tárgyal velük, elmegy a másik szponzorhoz, a harmadik partner, azután leedzi, edzés után van egy következő tanulkája, aztán elmegy megnézni a sportcsarnokot, hogy akkor mi hol lesz, elkészíted, hogy lesz a kivilágosítás, melyik hotelba fognak lakni ellenfeled, intézni egy plakátot, intézni egy egyenrosítást, mindent. Még azon is, hogy melyik asztal hol lesz, asztalon mi lesz, milyen lesz a programja a mérkőzéseknek, az egész gálának, kik lesznek a főpartnerek, megszerezni a pénzt, mert mivel mindent én fizettem, a bírókat, akik kiküldött a világszervezet, azokat el kellett intézni, hogy repülőtérről hogyan jönnek. Egyszerűen mindent. Hol fognak aludni, mit fognak enni, ellenfelemnek a gázsiát ki kellett fizetnem a supervisor-t. Egyszerűen mindent nekem kellett fizetni. Nagyon nehéz időszak volt azzal, hogy összebalhíztam egy-két emberrel, aki organizációs stábban benne volt. Úgyhogy akkor még azt mondtam, hogy most már csak én húzok mindent. Volt, akik átvertek, ez volt még olyan fájóbb dolog, és például olyat mondok, hogy azt mondták, hogy a európai licence, svéd licence van ellenfelemnek, aki afrikai srác, aki egy jó boxoló volt. Mondtam, szuper, és akkor kérdeztem, hogy akkor honnan fog repülni a srác, hogy honnan fog jönni, és akkor mondtak, hogy tudod, hogy most mert februárban boxoltunk, hogy ünnepekre most hazament Afrikába, vagy Afrikába fog jönni. Ja, jó van, akkor rendben van, akkor a repülőjét onnan. Jó, de plusz a edzőjének repülőjét, persze, semmi gond. Megvettük a repülőjét Afrikában, megérkezett ellenfelem, és akkor kérdezték úgy, hogy érzi maga a Szlovákiában, hogy mit szólsz, és akkor ő azt mondta, hogy nagyon örül, hogy itt lehet Szlovákiában, hogy megkapta ezt a esélyt ettől a illetőtől, aki minthogy nekem dolgozott, de egészet megfordította, hogy megkapta ezt a esélyt, hogy nagyon örül neki, életében először repült, életében először volt Európában, és akkor én csak figyeltem, hogy hoppá, hát valakit hazudott nekem. És akkor az a illető azt mondta, hogy én erről nem tehetek, hogy ezt a következő ember, akit én nem is ismertem, hogy ő intézte. Egy ügynök, akit ő felfogadott, hogy az intézte. Egy ügynök, aki nem létezik, amit a Kalambónak a felesége, ugyanaz. Egyszerűen annyi sok rossz dolog bejött, hogy egy héttel a mérkőzés előtt kiesett egy partnerem, aki úgy volt, hogy anyagilag támogatni fogja a gálát, akkor nem volt elég pénz, akkor el kellett mennem bankba, kellett kivennem a számlámról pénzt, hogy tudjam megfizetni, ami van.
mérkőzés előtt egyik ökölvívónak apukája meghalt, akkor a srác nálunk volt, ilyen csúnya dolgok megtörténtek, és én pszichikailag tiszta rosszul voltam. De hogyan sikerült felülkerekedned mindezen? Én megláttam ellenfelemet még első nap, amikor találkoztunk, akkor volt a nyilvános edzés, amikor volt a mélegelés, megláttam, és egyszerűen úttal, ki nem állhattam. Akkor nekem minden fekete volt, és megjött, és ő is fekete volt, semmiből, sem feketékkel, sem más ember vagy jó, vagy rossz, ahogy mondtam. Akkor őt ki nem állhattam, nem is ismertem. És akkor mondtam, hogy holnap vagy kivégezlek, hogy valaki meg fog halni holnap, mert én úgy is mentem a szorítóba, hogy itt most le kell zárni ezt egészet, hogy valakit holnap vagy ő, vagy én, valakit el kell pusztulni. Mérkezés előtt egy nappal, amikor ő már elment aludni, amikor már minden megvolt a sajtótájékoztató, a nyilvános edzése, a mélegelés, minden, akkor én még este olyan 3-12-ig, talán fél egyre értem haza, annyitra arról, mennyitra volt a mérkőzés, addig állítottam be a fényeket, állítottuk be, a székeket raktunk rá, emlékszek, hogy mondtuk, hogy még van kapacitása a sportcsarnoknak, és hogy telt ház lesz, de még kihazott 300 szék, akkor még 300 széket leraktunk, mert tudtuk, hogy 300 szék 10 euró, az 3000 euró, és a matika úgy adta, hogy még kell, hogy tudjak mindent kifizetni. Úgyhogy még ott dolgoztam, emlékszik, hogy apum hívott 11:30-kor, hogy még hol vagy, mondom, meg ezt beállítsuk, meg a fényt, meg a hangot, meg beállítsuk, és aztán megyek haza. Boxolnak, aki másnap 12 menetet fog boxolni 3 perce, nem ez a dolga. Nekem ez volt, akkor sajnos ez volt a dolgom. Mondom, én árultam a VIP jegyeket, én árultam a rendes jegyeket, én plagátoltam, maradtam, én jártam plagátolni, úgyhogy végig küzdöttem egészet. Már csak utolsó az volt, hogy most a felhajók is boxolják. Mérkőzés, bemelegítés jó volt, kondiak, fel voltam készülve, minden rendben volt, a felkészülésem alatt is minden rendben volt, fel voltam készülve 12 menete, itt nem volt gond, pszichikailag nem voltam felkészülve, itt az volt, hogy választottunk egy taktikát, ez a taktika első 3 menetben rendben volt, és aztán valami megszakadt, és onnantól fogva csak veregettünk 12 menet, ezt a következő 9 menetet végigveregettünk, rengeteg ütést kaptam, volt úgy, hogy oda tettem a fejemet neki, kiabáltam el a magyarul szóval, akkor ütni akarsz, akkor üss, kiabált, nem tudom hogy, kiabáltunk egy más embereknek, mondtam, verekedni akartok, akkor verekedés lesz, és egyszerűen elgurult a gyógyszerem. Szóval szoros meccs volt. 115, 112, 115, 112, és egyet meg kikaptam 114, 113, vagy kettőre nyertem. A 12. menetben kétszer voltam padlón, de ott és úgy, hogy valahogyan összefűtek a lábaim, és kaptam rengeteg ütést a fejemre. Felálltam, és aztán még rám sorozott. A gong mentett meg, hogyha akkor nem tudom, akkor talán kijött. Úgyhogy hál' Istennek, hogy úgy volt, ahogyan volt. Mérkőzés után emlékszik, hogy följött egy ilyen legidősebb drukkerem följött, és házi pálinka, meg most a arcomat, azt ellenfelejtem. Valamilyen szilapalinka, hogy ez meggyógyítsa ezeket a sebeket, amik rajta vannak, az volt a következő káó. Bementem a öltözőbe, ott összeestem, összehántam magam, utána még egyszer összeestem, és aztán hívtak ki a mentőt, és én még mondtam, hogy én még sajtótájékoztatom, meg kint vártak a médiák, hogy én már akarom mondani azt, hogy mennyire hülye vagyok, hogy mennyire szégyellem magam azt, hogy amit boxoltam, mert egy okosabb boxoló, intelligensebb boxoló, most csak egy verekedés volt. Bejöttek a kórházba, és aztán kezdődött a csúnya időszaknak még a folytatása. Éjjelenként felkeltem, hatalmas fejfájásaim voltak. Azt hittem, hogy valami átkattant a fej. A övet, amit megnyertem, a WBO Európa bajnoki övet, azt egyszerűen el kellett tennem, Dominika eltette nekem egy szekrénybe, hogy ne is tudjak ránézni, mert ránéztem, akkor hálnyingerem volt. Uh-huh. És főleg az, amit emberek írtak, hogy lefizettem a bírót, lefizettem ellenfelet, mindenkit lefizettem, nem volt megnyerve, hogy ez csak kamu mérkőzés volt. Egyszerűen a sok rossz ember az nekem rendese. Most már nem érdekel. Akkor nagyon fájó volt. 3 DVD-t, meg volt a mérkőzés, szétküldtem 3 bírónak, hogy pontozzák le, és hogy mondják meg, hogy hogyan volt, hogy... És mindenki azt mondta, hogy igen, megnyerted, szoros volt, de megnyerted. Akkor egy picit megnyugodtam. Kellett a visszaigazolás, igaz, ugye? Akkor egy picit megnyugodtam, de így is minden este rengeteget jártunk kórházba azzal, hogy én éjjel felkeltem, kinyitottam ablakot,
nem kaptam levegőt, Dominika Szén felugrott mellettem, ott volt akkor is mellettem, nem tudtam levegőt kapni, sírtam, fajta felem, azt hittem, hogy szétrobban a fejem, akkor mentünk kórházba, kaptam infúziót, megnyugodtam, neurológiára, ideggyógyszert, rengeteget jártunk idegosztályra, és mindig azt hittem, hogy valami, hogy átkattant a fejembe, hogy valami. És mi az, ami segített? Idő? Egy orvos azt mondta, hogy jó van, Tomi, elég, semmi bajod, már kétszer volt a fej MR-in, kétszer volt a CT-n, neked semmi bajod, légy boldog, bocsáss meg azok, akik gondok voltak otthon is, nem úgy otthon, mint Amerikába, de jártam, sok gond volt, és nagyon le volt terhelve a fejem, és ez volt a baj. És akkor azt mondta, hogy nem fogok én semmi más foglalkozni, minden rendben lesz, és minden rendben lett. És a Dominika egész idő alatt, vegyük azt, hogy éjjel mentünk kórházba, lefeküdtem, megkaptam infúziót, ott feküdt mellettem a ágyon, ott simogatott, nyugtatott, és akkor, és neki meg volt a saját, nem kevés gondja, mert akkor ma kicsi Krisztián, ma benne volt a hasába, ezt már nem is tudtuk, hogy valahogy a kicsi Krisztiánt, és végig ott volt mellettem, úgyhogy igen, nagy segítség ez. De megoldottuk, és aztán minden jó volt, hál' Istennek. Rá 3 évre, amikor ma Krisztiánka édes, nem is 2014-ben, kiírtam egy ilyen plakátot, hogy előtt, hogy mindenkinek befogjam a száját, előtte idő, hogy mindenkinek befogjam a száját, és kihívtam ezt a srácot, hogy visszavágóra. Hamza Vanderra, Tomikit, 2-t megtettem, és akkor jó, megkalapaltam egy picit, és akkor azt mondtam, hogy jó, most már nyugodt vagyok. Nagyon sok olyan programot is indítottál, ahol nehéz sorsú gyerekeken próbálsz segíteni, a sport által. Erről mesélnél egy kicsit? Hát a legelső ilyen aktivitásom az a 24 órás boxmaraton volt, ez 2015-ben, 2014 és 2015-öt húztuk. Az úgy volt, hogy felajtottunk szorítót, boxinget felajtottunk ilyen üzletközpontokba, és 24 órás boxmaratonokat terveztünk. Bejártuk egész Szlovákiát, főleg persze nagyvárosokat, ahol van üzletközpont. Arról ment ki egész, hogy ismerik emberek jobban a sportot, hogy ne legyen úgy a sportunkon csak egy verekedés, hogy csak egy kiütött fejű boxolók vagyunk, vagy verekedők vagyunk, hanem egyszerűen egy olyan sportolók vagyunk, akik egy olimpiai sportot csinálunk, vagy űzünk. És akkor úgy kezdtünk, hogy pénteken elkezdtünk 3 órakor, és végeztünk szombaton 3, délután 3-kor, 24 órát ciklusokba voltak, szét volt osztva, meg volt csinálva például, hogy 3 órakor kezdtünk, akkor sport gyerekekkel, 4 órakor versenyszülőkkel, 5 órakor, mindig ilyen csoportos részek voltak szétosztva, és este, mindig pénteken este volt 8-tól ilyen Tomikit gála, amikor a Tomikit kihívott valakit mérkőzésre, Beszecebanyan egész hoki csapat kiállt ellenem, Homonnan ott voltak a folklórosok, akkor táncoltunk, aztán boxoltak velem, színészek, politikusok boxoltak ellenem, úgyhogy mindig meg volt ilyen mindig állást csinálva, ez volt a péntek este 8-10-ig, és aztán húztuk egész éjjel. Rengeteg verseny volt, gyerekotthonokat belevontuk mindig, rengeteg versenyt csináltunk a idősebbeknek is, például voltak nyugdíjas otthon, Beszecebanyán volt egy néni, aki a legidősebb volt, 76 éves, aki beadt a szorítóba, és akkor mondta, hogy gyere ide, itt adok a fejedbe, ez olyan így megmaradt. De mondom, a legkisebbtől a legidősebb korosztályig mindenki ott volt. Ez tartott egy évig, és aztán volt a Szlovákia box kesztyűkben volt a másik év, és akkor elkezdtem jelni iskolákba. Aztán volt a következő volt a iskolában, amikor elkezdtem járni a Viboxusis Hoisen, az volt az akadémia felépítésére ez is, és még van rengeteg elkészített olyan projektem, ami a fiataloknak jól lesz, amin dolgozunk most. És amivel a szárnyaid alá veszed a hátrányos helyzetű gyerekeket? Sok meg. Én nem azt mondom, hogy minden srác, aki ide bekerül, nem tudok megmenteni. Nem azt mondom, hogy minden srác, aki ide bekerül, az bajnok lesz, akinek sikerül, aki úgy dolgozik, akinek van szerencséje, és mert szerencsés kell hozzá. De kapnak egy esélyt. Igen. De azt hiszem, nagyobb győzelem az, hogyha valakiből jó embert tudok csinálni. Például van srácom, most van egy új srácom, akire nagyon büszke vagyok. Egy olyan srác, aki most 11 éves, komoly egészségi gondjai voltak, túlsúlyos volt, és amikor elhoztak ide a szülei, akkor még életében, mint 11 éves srác, vagy 10 és fél éves srác, még soha nem futott.
egyszerűen, amikor ő megszületett, akkor voltak gondok a szülés közben, utána voltak, gyerekkorra nehéz volt, főleg így egészségi gondok voltak. A híreszét egyiket műtötték, másikat, hogy a lábocskái így állnak neki, és még soha nem futott. És amikor csináltak a bemelegítést, akkor mindig csak sétált, egyszerűen végig küzdötte az első edzéseket. Eltelt egy év és két hónap, az a 70, azt hiszem, hogy 78 kilós, 75 kilós arc, most 56 kilós, és tud futni, le tud kugolni, tud bukfencet csinálni, le tud ülni úgy a földre, hogy nem teszi le a kezét, és fölalv belőle. Egyszerűen ilyen, most nyert. Tehát ha megkérdezném, hogy edzőként mi jelent számod a legnagyobb sikert, akkor ezt mondanád, és nem egy bajnoki címet? Én nekem a célom az kijutatni boxolót olimpiára. Az a maximum. Uh-huh. 12 éve működik a KO Box Club, a Box Egyesület, a 12 év alatt 10 érmet hoztunk Európa bajnokságokról, európai játékokról, úgyhogy különböző korosztályokban. Valamit tudok, ezek szerint valamit tudok, vagy csak szerencsések. Egyszerűen ide jön egy boxoló, akit én kinevelek, akit én felkészítek, aki szorítóba áll, aki mérkőzik, bekerül a válogatottba, és a válogatottban még sikeres is, az nagy dolog. De nem mi dolog. A titok? Dolgozunk. Nem tudom. De, dolgozunk, és nem foglalkozunk. Nem csak fizikailag, mentálisan készített fel őket, hanem arra is figyelsz, hogy mondjuk otthon a négy fal között hogyan viselkednek, hogy mit csinálnak, az fontos? Az a legfontosabb, mert vegyünk egy ilyen élsportolót, az napi kettőt ezzel állom. Vegyük azt, hogy reggel edzünk 8-kor, vagy amikor edzünk reggel 6-kor, edzünk 8-kor, utána van egy szabad ideje, elmegy ebédre, de utána a következő edzés. Azt jelenti, hogy a 24 órából 4 óra van sportközegben, fokszol. Ott van 20 óra. Hogyha 20 óra valaki úgy fog élni, mint egy hétköznapi ember, nem egy ilyen sportoló, ha valaki nem úgy fog lélegezni, nem úgy fog aludni, nem úgy fog álmodozni, nem úgy fog létezni, nem úgy fog koncentrálni a munkájára, az nem lehet sikeres. Úgyhogy egyszerűen, hogyha valaki a sikerért él, annak sikernek el kell jönni. És az úgy gondolom lemondásokkal jár, ugye? Persze. És mi az, amivel motiválni szoktad őket? Nehéz. Bekerül hozzád valaki, és akkor jön egy ilyen rész, amikor rengeteget fejlődik, és aztán mindig kicsinségek döntenek azon, hogy mennyit fog tovább menni. Igen, veszük itt a piramist, igen, itt vannak rengetegen, és akkor megy fel itt a középnél még olyan hétköznapi boxoló, vagy aki versenyszerűen csinálja, azok itt vannak, de csúcsra már csak azok a legjobbak jutnak el. És itt törik a legtöbb, hogy itt van a legnagyobb gond, amikor valakit oda készítesz, hogy most egy országos válogatott, és akkor kimegy, és akkor a világszintű boxolókkal fog boxolni, önökkel, aki ott van a toppon, és akkor jön egy vereség, elveheti a kedvét, jön egy barátnő, elveheti a kedvét a boxtól, jön valami anyagi helyzet, jön valami sérülés, és ezzel minden egy edzőnek, egy mentornak ezzel meg kell tudni küzdeni. Ezek a nehezebb dolgok. Itt bent dolgozni azt a napi 4 órát, az a legszebb. Akkor te valamilyen szinten pszichológus is vagy. Az biztos. A box által ugye rengeteg helyen jártatok, bejártátok az országot, talán a világot is. Vannak maradandó emlékeid, vagy olyan történetek, amelyeket megosztanál velünk? Rengeteg. Ez most nem tudom, hogy még mennyit fogunk itt ülni, de lehet, hogy még két órát itt ülünk. Rengeteg élmény. A sporttal összekapcsolódik, rengeteg utazás, rengeteg azt lehet mondani, hogy jó sztori, és hogyha azt mondom, hogy mondok példát, hogy eljutottam Kubára, mindig a apum azt mondta, hogy Kubára, hogyha egyszer fogsz boxolni, Kubára el kell menni boxolni, mert apunk kétszer boxolt ott, a világ egyik ilyen legnehezebb tornáján, nemzetközi tornáján kétszer ott boxolt, mind a kétszer harmadik volt. Azért egy-két boxolót azért legyőzött a palikánk, és elmondta, hogy Kubába el kell jutni, akkor egyszer dolgoztam rajta persze egy évet, hogy ki tudjak jutni Kubába a boxolóimmal, hogy meg tudjuk, hogy a nagy szegénységben hogyan nőnek fel a nagy bajnokok, mert a Kuba az egy erős boxhatalom, és rengeteg jó világbajnokok, olimpiai bajnokok van, de például ott voltunk, volt egy srác, mentünk futni a Vivivel, és futott előttünk egy hatalmas
srác, egy izomkolosszus, és futottunk körülbelül, és mondom, nézd meg ezt a srácot, ő nem velünk edzett, ő csak úgy külön futott, valahol kint voltunk futni, és nézd meg körülbelül ezt a srácot, hogy jó nagy. Mondom, nem azt nézd, hogy nézzek, hogy milyen cipője van. És annak a srácnak a bal lábán pedig azt, hogy futócipő volt, és a jobb lábán valamilyen tiszta más márka, jó más színű, másfajta cipő, az olyan, mint hogyha itt lenne egy foci cipőd, és itt lenne egy teniszcipőd, valami más. És ő ezzel nem foglalkozott. Ők a nagy szegénységben, ők nem foglalkoztak azzal, hogy fú, most hogy kell kinézem. Tiszta más értékrend van. Box által próbálnak kitörni, az a legnagyobb motiváció. Ott mindenki sportolt, ott olyan sokan sportoltak, annyira meg voltak elégedve. Jaj, nem volt telefon, nem volt internet. Egyszerűen rengetegen sportoltak, úgyhogy ez nagy dolog volt, és boldogok voltak, és mindenki boldog volt, pedig hogyha átlagfizetést veszük, egy olyan $25, több nem. Volt egy nagyon jó útunk, amikor, ha már szegénységről beszélünk, mi sem voltunk a leggazdagabb boxcsapat. Elmentünk Podgoricára, az ilyen Európa Liga-t boxoltunk, a boxingon boxoltunk, elmentünk Podgoricára a csapattal. És mivel, hogy nem volt sok pénzünk, akkor én nekem volt egy autóbuszom, vagy kaptunk egy autóbuszt, aminek egy Fiat Ducatot, 2,5-ös sima dízel motorral, 1996-os busz volt, és 970 vagy 980 ezer kilométerre autó. Olyan volt, hogy kinéztem a küszöbön, és láttam autót, mert lyukas volt a ajtó, és majd a küszöb is. Egyszerűen nem is volt valamilyen gyors ez a busz, olyan csigabusz volt, de meg voltunk elég, és télen mentünk Podgoricára, és amire odaértünk, akkor elfogyott a vízünk, és amikor jöttünk visszafelé, ott csak így rákötöttek valami, nem tudom milyen, összekötötte valamilyen nagyon jó szerelő, de úgy, hogy nem volt fűtésünk, amire jöttünk haza, és akkor úgy jöttünk haza, hogy én vezettem, hogy törőköző volt a kezemen, mindenki össze volt bújva, buza, nagyon hideg volt. Akkor Szerpenhegyeken keresztül mentünk, a Szerpentig mentünk, Szerbián jöttünk visszafelé, és megálltunk egy ilyen, nem is tudom, ilyen motel vagy mi volt ez a út mellett, és mondtam, hogy adjon nekünk, 14-en vagyunk, adjon nekünk gyorsan valami a szobát, csak két szoba, hogy semmi gond, hogy ez nem van, és akkor úgy, hárman aludtunk egy ágyba, és összebújtunk, és mondtam egy boxon, hogy jaj, de jó meleg vagy, annyira jó, és akkor mondta, hogy tényleg maga is olyan jó meleg, hogy így simogattuk egymást. És hát akkor mondtam is a boxolóinknak, hogy kevés ilyen élményünk lenne, hogyha mindenünk meg lenne, és milyen jó volt, hogy így szórakoztunk is, még nevettünk is egy jól. Itt jó parti. Voltam, amikor Európa-bajnokságra is mentünk, és szövetségnek nem volt annyi pénze, mert mi fizettük, a csapatok fizették a szállást, és úgy volt, hogy Anapalba mentünk, és leszálltunk Moszkvába, kellett egy éjszakát ott kellett aludnunk, és másnap repültünk Anapalba. És úgy volt, hogy hatan voltunk, és öt főre kaptunk szállást Moszkvába, ahol átkölt aludni. És szintén azt mondtak, hogy ez a legolcsóbb szállás, nagyon közel van a repülőtérhez. Ezt mondtak, csak hogy mivel, hogy Moszkvába kettő repülőtér van, és akkor közel volt, de a másik repülőtér, hogy 56 kilométert mentünk autóval, vagy taxival, amire odaértünk, és ez olyan volt, hogy ez ilyen háromszobás lakás volt, rendesen becsengettünk, nem tudtuk, hogy most ez hotel lesz, azt mondtak, hogy hostel. Becsengettük, kinyitotta egy fürdőköpőben, kinyitotta a házi óra ajtót, és mondta, hogy akkor itt a boxolók, hogy igen, hogy akkor mennyi, hogy öten van, nem hatan vagyunk, hanem, hogy öt volt, hogy csak annyi ágyunk van. És akkor is úgy volt, hogy a Filip Mészáros, én nekem a boxolom, az ott mellettem aludt, és akkor együtt aludtunk, és akkor éjjel mondta, hogy tényleg, hogy igen, fázak, hanem, hogy Filip, takarodsz be, hát. Azt mondja, de elvitte a takaróba, mondom, jó van akkor. És ezek ilyenek voltak, hogy ment a szlovák válogatott a Európa-bajnoksághoz. De úgy értünk vissza, mint a nagy bajnokok, mert három boxolóval mentünk, és minden három boxoló hozott érmet a Európa-bajnoksághoz, úgyhogy boldogok voltunk. Rengeteg élmény van, és ezért is hálás vagyok.